Színvédőként főszámában 200 méter mellett csak 17. lett a Dániel Úszó a Riói olimpián, százon visszalépett, vegyes váltóban 9 lettek, közben viszont áttört a sportdiplomáciában, 8 évre beválasztották a NOBBA sportolói bizottság tagjaként, ahova 23 jelöltből négyen jutottak. Hát Dani következik nálunk, szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Dani, ugye van egy 17. helyet színvédőként, és hát van egy bronzérmed, utóbbi enyhíti -e az előbbi csapást? Igen, ha már hogyha visszatekeretném az időt, amit ugye nem tudok megtenni, akkor azért azon a 17. helyen jó lett volna egy kicsit ö, változtatni, ettől függetlenül úgy gondolom, hogy maga a felkészülés és a, és a versenyen nyújtott maximális teljesítménye miatt ö, erre voltam képes, hogy jobban, amit, amit megmondom őszintén, hogy nagyon-nagyon nehezen viselek a mai napig is. Ö, mit jelent az, hogy nagyon nehezen visel Lehet azt mondani, hogy hát, letargiában vagy? Az túlzás, ö, azért, mert Elsősorban legfőképpen úgy gondolom és úgy érzem, hogy ha visszatekintek az elmúlt egy évre, vagy ha visszatekintek az elmúlt négy évre, akkor, akkor azt gondolom, hogy soha nem kaptam még ennyi támogatást, bíztatást, akár a családomtól, a barátaimtól, a támogatóimtól, az Egyesületemtől, és tényleg minden, mindenkitől soroltam azt a sort nagyon-nagyon sokáig, hogy nekem csak a versenyzéssel és az edzéssel kelljen foglalkozni, és tényleg ki tudjam hozni magamban a lehető legtöbbet majd Rióban, és ennek ellenére nem tudtam teljesíteni azt az elvárást, amit elsősorban magam, ma szemben tűztem ki, nyilvánvalóan arra készültünk, hogy a 2007 hét elejét vagy akár még azon belül is tudjunk teljesíteni, hát ettől jócskánál maradtam és ugye még között döntőbe se sikerült jutnom, ami nyilván nem okoz számomra letargiát, mert azért az túlzás lenne, ebben a sportágban hál' Istennek meg tudtam nyerni mindent, amit lehetett ettől függetlenül, nagyon-nagyon komoly célom volt az, hogy ott tudjak lenni a legjobbak között, és fel tudjam venni a versenyt a legjobbak a Tudod-e már, hogy mi hibázhatott? Én úgy gondolom, hogy nem lehet kiemelni ezt az egészet egy dologra, tehát nem, tudunk, nem tudjuk azt mondani, hogy most vagy ez a dolog, vagy ez a dolog hibázott hiszen ezt az eredményt, ezt a teljesítményt én gyakorlatilag vasárnap reggel így óra bármikor meg tudtam csinálni edzések közben, ha alapozás, időszak vége volt, ha kezdete volt ezt az időt, ezt, ezt már gyakorlatilag januárban edzésen kisújban meg tudtam csinálni, ennek ellenére volt egy sebességhatár, amit bármit csináltam, nem tudtam áttörni. Én azt gondolom, hogy a úszás egy ennyire speciális úszás, nem hogyha egy valami akár a technikában, vagy akár a súlypontban megváltozik, az hatalmas nagy visszaesést okoz, ugyanez fordítva, tehát nem vettem volna azt, hogy a Melusza mezőn gyakorlatilag mondhatom azt, hogy rajtam kívül és a német márkokokon kívül folyamatos változásban is folyamatosan jönnek-mennek a, 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 az ellenfelek. Most esnek például az, hogy a kazak Dimitri Balandin nyerte a számot, ez, ez számodra mekkora meglepetés volt, vagy mennyire számítottál óriási meglepetés volt. Tehát gyakorlatilag a döntőben két versenyzőt leszámítva, egy angolt és egy német versenyzőt leszámítva, gyakorlatilag az egész mezőny egyfajta meglepetés volt számomra, amire ugye számítottunk is előre, hiszen tudtuk azt, hogy egy olimpia az mindig egészen másfajta versenyt fog hozni, és egy más mezőnyt fog hozni, pláne már russzásba. Tehát azt, azt, az tudtuk előre, hogy nagyon-nagyon sűrű lesz a mezőny. Én őszintén megmondom, egy kicsit erősebb időre számítottam a győztestől, ettől függetlenül um, pont ez talán még nem családás számomra, hogy gyakorlatilag ezt az időt. Ahhoz képest, amit te tudtál, vagy tudhattál volna? Igen, amit én tudhattam volna, ezzel az időeredménnyel ott lettem volna. Abba lehetette hiba így utólag belegondolva, hogy a felkészülésben azt a stratégiát választottátok, hogy sokat rejtőzködtél, nem indultál el? Én nem Magyar gondolom, eszi. hogy ez hiba lett volna, azt gondolom, hogy abszolút ez egy, ez egy előny lehetett volna, amit, amit nem sikerült előnyi kovácsolnunk sajnos. Én mindenféleképpen azt tartom, hogy a felkészülésben nem volt hiba, nem volt probléma, hiszen nem hazudok, hogyha azt mondom, hogy soha ennyire elszántan és keményen nem készültem még, és az edzés eredmények is ezt bizonyították gyakorlatilag egész évben folyamatosan nagyon-nagyon jól tudtam teljesíteni. Egyszer, kétszer, egy-két hét volt, amikor egy kisem hullámvölgybe kerültem, de gyakorlatilag ez minden évben volt már nálam. Viszont ahogy jött a versen... Most meg, volt a legjobb időd ez alatt az időszak alatt, amit, am, amit nem feltétlenül láthattak mások? A kettő tízes időt tudtam úszni 20 percen belül kétszer egy edzőtáborban, ami, amit, hogy, amit még korábban egyébként sem tudtam megcsinálni, ha 2-11-et tudtam úszni edzésen, akkor abból általában korábban mindig egy hetes idő született a versenyen, na most ettől most, most, azért elmaradtam sajnos, úgyhogy én azt gondolom, hogy, hogy, hogy maga a felkészüléssel nem, nem, nem volt probléma. Hát akkor ezzel vitában szállsz eh, edzői stábod eh, legendás tagjával Széles Sándorral, eh, Vele személyesen ti beszéltetek a tanulságokról azóta? Egyelőre még nem. Tehát egyelőre ővel még nem tudtuk ezeket a tanulságokat megbeszélni. E, mert hogy ugye ő hogy vett részt a rioi felkészítésedben a betegsége után? E, ő azt mondja, hogy olyan ő, ő érkezett elsőként, és ő távozott utoljára az edzéseidről. E, de akkor azt nézzük meg, ha, hogy ez így volt-e, illetve hogyha így volt, akkor de közben hány edzést tartott ő neked? Szóval mi volt a protokoll közöttetek? Alapvetően szerintem úgy onnan kéne elkezdeni a történetet, hogy azért Sanyi bácsának volt egy, ugye egy sajátos betegség időszaka 2012 után, ami, ami hát hála Istennek azt tudom mondani, hogy ki tudott belőle jönni, és 2016-tól valóban ott volt az edzéseken. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nem az a lényeg, hogy ki mennyit volt edzésen, hanem ki tett bele a felkészülésbe és magában a munkába, hogy kivezette az edzést, ki volt az, akinek a, a tervei alapján tudtam készülni. Oda azt nagyon fontos elmondani, hogy ha valaki úgymond belecsöpen a felkészülésemben, azért az edzéstervek napra készsége azért nem feltétlenül annyira pontos, mint mondjuk aki szeptembertől, vagy akár a korábbi években folyamatosan benne volt az én felkészítésemben. Tehát amikor azt mondja ő, hogy, hogy a, az ő programját nem bírtad volna a terhelésben, meg eltértek az ő terveitől, akkor azért ezt úgy lássuk, hogy ő a tervezés fázisában is 2016-ban jön vissza újra, amikor ti már ugye egy jó ideje dolgok dolgoztok, vagyis akkor úgy nem lehet, hogy én jövök, és akkor van két év a munka, és akkor én átírogatom, hogy mit én, kell azt mondom, én azt, gondolom, én azt gondolom, hogy ez nem teljesen tükröző valóságot, azért azt el kell mondani, hogy azért Sanyi bácsi egy olyan fantasztikus ö, alapot tett le ami edzést hogy gyakorlatilag a mai napig ö, azokon a lábakon áll, ami Tehát az, mi az, az, azok a cölöpök azon a járunk. És illetve? gyakorlatilag azok a fő edzéspanelek ugyanúgy megmaradtak, hmm. mint a korábbi években. Az más kérdés, hogy nyilvánvalóan mi is keressük a fejlődési lehetőséget, mi is keressük az utat, hogy hogyan tovább, tehát nagyon jó kimondani azt, hogy hogy, hogy kettő hetes időt tudtam úszni, de, de mi arra számítottunk, hogy ennél jobb és jobb fog kelleni, és mindenképpen kerestük azt az utat, kerestük azt a fejlődést, amit gyakorlatilag az egész világ csinál. Most ebben azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó partner volt Kovács Egyi Ferenc és Sanyi is nagyon-nagyon jó partner volt benne, de, de, de hát még egyszer mondom, azért az ő napra készsége nem feltétlenül tükrözte azt a fajta valóságot, amit ő állított, Annyilatkozataiban. Én azt gondolom ettől függetlenül, hogy, hogy én nem szeretném azt, hogy itt a médiában, tévén keresztül, interjúkban menne ez az adok kapok, illetve kell az üzengetés. Meg kell beszélni egymással. Egy meg beszélni. szeretnéd ezt a triót egyben tartani? Én mindenképpen szeretném ezt egybe tartani. Nem szeretném azt, hogy bármiféle változás történjen. De úgy történj valóságosan szeretnéd egybe tartani, nem úgy, hogy akkor ilyen dísz, mit tudom én, hogy akkor ott van Sanyi Vássás, hanem, hogy valóban tényleg így van. Ez a három ező együtt dolgozik. Így van, én azt szeretném, hogy hiszen minden segítségre szükségem van, mindenki véleményére szükségem van, pláne ebben a helyzetben, amiben most belekerültünk, meg aztán végképp. Úgyhogy én nagyon bízom benne, hogy hogy együtt tud maradni az edzői hármasom, és túl tudunk lépni azon, amit szerintem kicsit most így az utóbbi napokban, ahogy láttam, a búlvár egy kicsit ezt egy um, próbálta drámai szakítás is Nem erről két jelentést, és a, hogy mondjam, olvasottságot, a like számot és a kattintás számot növelni azzal, hogy olyan címeket adtak, ami ők kettőnk kapcsolatára abszolút nem igaz és abszolút uh -huh. nem tükrözi a valóságot. Egybe biztos vagyok, hogy Sanyi bácsi az olimpia utáni kijelentései, biztos vagyok benne, hogy csak az ő mérgességéből, dühéből és sajnálatából jött, hogy nem sikerült, és belőle ez, belőle ez valószínűleg, hogy ez így jött ki, ettől függetlenül mi folyamatosan továbbra is számítunk rá, csak annyit szeretnénk tőle kérni, hogy még egyszer mondom, ne csak névlegesen legyen ott a csapatban, hanem valós teljesítménnyel járuljon hozzá, ami felkészülésünk, hiszen szükségünk van rá. világos. Mm, Na most, mindeközben említettem egy bronzérmet, ami ugye természetesen arról szól, hogy négyen kerültek be, és a harmadik helyen te ebbe a bizonyos NOB sportolói bizottságába, vagyis hát ez egy elég jó sportdiplomáciai hajrázás volt. Kellett ezért neked megmozdulni? lobbizni ezért a kandidálásért, és azt is nézzük meg, hogy igazából a népszerűséget, presztízsedet korábbi sportszerű gesztusaidnak köszönhetett szerinted, három évnyi európai testületi tagságnak, vagy, vagy akár így együtt az úszó lobbinak. Ez egy nagyon nehéz kérdés, megmondom őszintén, hiszen alapvetően én Rióban csak a versenyzéssel foglalkoztam. Tehát ott nem tehát az azzal, az, hogy a többiek ikei... fognak szavazni? Igen, tehát nekem azért volt nagyon nehéz dolgom e, így a szavazás előtt, illetve a, a, az hirdetés előtt, mert gyakorlatilag én voltam az egyetlen, aki aktívan versenyeztem jobban a, a kandidáló tagok közül. Na most, amíg én jártam az edzésekre, jártam a versenyekre, addig folyamatosan az én ellenfeleim, így a nob való kerülését gyakorlatilag 0-24-ben kis túlzással járták az olimpiai falut, és, és, reklámozták magukat, illetve próbálták meggyőzni a sportolókat, hogy miért jó az, hogyha rájuk szavaznak. Na most erre nekem maradt 5 napom augusztus 13-ától augusztus 18 ig amikor ugye a szavazás, szavazást lezárták, Úgyhogy én első körben, megmondom őszintén, nem tulajdonítottam túl sok esélyt arra, hogy be fogok kerülni, pont az előbb említett dolgok miatt de aztán óriási meglepetésemre, eh, hogy te is mondtad, harmadiként az én mondták ki, amikor kiirdették az eredményt, úgyhogy óriási nagy megtiszteltetés hát, az és az a sors az ilyen, nem? Itt, itt elvett, ott adott, szóval végül is így kiegyenlítette. Te jövőre Limába nem szavazhatsz a Budapest rendezéséről döntő közgyűlésen? Budapestre nem szavazhatsz. Budapestre nem szavazhatsz. Igen. Hát másra meg nem fogsz szavazni. Akkor érvénytelen szavazatot kell adni. Tehát? Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban még, még azért jó pártbeszélgetésem lesz Schmidt Pállal és Aján Tamással rajtam kívüli két, két noptaggal, noptaggal. úgyhogy itt a stratégiai kérdésekben még, még azért jóval-jóval odébb van, hogy pontosan mi is lesz majd a mi feladatkörünk jövőre Limában. Azt nézzük meg, Dani, még utolsó kérdésem, hogy neked a budapesti pályázatért van-e lobbyterved? Ez hogy fog -e beleférni, ha lobbizni fogsz Budapest mellett abba a felkészülésbe, ami, ha jól értem, folytatódik, tehát van egy vizes világbajnokság Budapesten, vagyis megint akkor itt két feladat együtt van, neked úsznod is kell. Hogyne, természetesen nekem nagyon komoly célom az, hogy ezt a, ezt a nottasságot és az aktív sportolást tovább tudjam vinni. Szerencsére én úgy látom, hogy az a évi három uh, hétvégét jelentő személyes találkozó, illetve személyes részvétel, ami a naptagságomhoz kelleni fog, ez nem egy olyan egetrengető uh, sok feladat. Az a más kérdés, hogy e-mailezésben, videokonferenciában uh, mely sok teendőim lesznek. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy, hogy, mindenféleképpen készen állok a feladatra, készen állok mindenre. Az, hogy hogyan fogom tudni segíteni jelen pillanatban a jövő évi uh, límai választáson, azt, hogy Budapestnek minél nagyobb esélye legyen, uh, a győzelemre. Én úgy gondolom, hogy van egy NOB-nak etikai szabályzata, amit mindenféleképpen be kell majd tartsak, de azokon a szabályokon belül, amit a szabályok megengednek, mindenféleképpen a lehető legtöbbet fogom tenni azért, hogy hogy még egyszer mondom, a budapest a lehető legközelebb kerüljön. Például egy is lehet lobbizni. Így van. Nem? Így van és aztán majd jöhet még, Tokió. Így van. Az biztos. Így van. Az Ezek a tervek. Értem. Jó, hát, és uh, arra majd elveszünk, utána, mi lesz a budapesti olimpián, milyen funkcióban, az még messze van. Uh, hát uh, akkor. Mindenesetre jó elemzés nektek, mert akkor most egyelőre a kis csapatnak kell köszönöm szépen. összehangolódnia. Én köszönöm van. szépen, hogy itt voltál. Ha, szépen, köszönöm szépen.